A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének Kukták főzőcsapat Dedinszky László szakkörvezetővel ünnepi ételeket készítettek a Luvagi udvarban Szatmári János mesterséf vezetésével. Előbb elméleti oktatás volt arról, miért egészséges a sütőtök, milyen fűszer illik hozzá, és hogyan lehet elkészíteni. Majd a végén közös főzés volt. A gyerekek a recepteket is megkapták, hogy otthon is elkészíthessék szüleikkel az egészséges ételeket, mondta Szatmári János séf. A mai foglalkozás témája már körülbelül 2 hónapja óta húzódik. A gyerekek mindig azt mondták a tanár úrnak, hogy pizzát szeretnének készíteni. És most eljött az ideje, egy nagy csomó pizzát készítettek a diákok. Készítettünk mellé sütőtök krémlevest, akkor készítettünk sütőtökbe egy salátát, aminek a tetején pedig rajta van a lencse, meg rajta van sült csirke, combok vannak felszeletelve, úgyhogy akár egy ünnepi vacsorának is el lehet fogyasztani. És ezeket készítették a diákok, meg készítettünk sütőtökből fagylaltos kanállal formájú sütőtök fagylaltnak neveztük el, és ezeket készítettük a pizza mellé. Minden alkalommal készítek receptet. Megpróbálom úgy, hogy a diákoknak megfelelő receptet készíteni. Ez tegnap készült el, úgyhogy a tanár úrnak is adtam belőle egyet, hogy lefénymásolt, és minden diák kapott belőle. A szakkörön a gyerekek kívánságára pizzanapot tartottak, többféle alappal és feltéttel sütöttek kisebb-nagyobb pizzát. A pizzák előtt sütőtök krémleves és bulguros csirkesaláta volt gránátalmával, a végén pedig sütőtök fagyi volt a menü. Mindig meg szoktuk beszélni a tanár úrral, hogy mégis mi legyen, mert ő állítja össze a csapatot. Mindig ugyanazok a diákok vannak, csak most is hát kevesebben tudtak eljönni. És akkor természetesen a farsangnak megfelelő dolgokat, de még januárban is már jön a következő foglalkozás, mert a vírus miatt elmaradt 1 vagy 2 foglalkozás, azért is próbáltuk pótolni.